Sziasztok, Mihály Gábor vagyok. A mai videóban Marokkót fogjuk egy kicsit közelebbről megvizsgálni, valamint megnézzük, mi az a 10 hely, amit semmiképp se hagy ki, ha ide utazol. De előtte egy kis földrajz. Marokkó Észak-Afrikában található. Magyarországtól körülbelül 2600 km-re fekszik. Északról Spanyolország, keletről Algéria, délről Nyugat-Szahara, míg nyugatról az Atlanti-óceán határolja. Lakossága több mint háromszor nagyobb, mint Magyarországé, azaz 36 millió fő. Területre viszont már ötször több, fővárosa Rabat, és a hivatalos nyelv az arab. Mivel Afrikában található, időjárás elég meleg, viszont a hegyekben sokszor van hó is. A nyarak melegek, de télen azért elkél a kabát. A fizetőeszköz a marokkói dirham, míg az időzóna megegyezik a miénkkel. Beutazáshoz magyar állampolgároknak személyi nem elég, útlevél kell, viszont 30 napig vízummentesen tartózkodhatunk itt. Tudtommal Budapestről közvetlen járat nincs, bár korábban volt, viszont Bécsből a Lauda Motionnál közvetlen járattal tudunk repülni Marrakeshbe. És akkor jöjjön a top 10 látnivaló. Első. Rabat. Marokkó fővárosa, leglátványosabb épülete pedig a Hassan torony. Második. Chefchaouen. Ez a város kihagyhatatlan, ha Marokkóba jártok, az épületek falai kék színben pompáznak, ami egyszerűen lenyűgöző. Harmadik. Eid Ben Haddou. Egy ősi város, ahol több mozifilmet is forgattak, többek között a Múmiát, a Gladiátort vagy a Perzsia hercegét. Negyedik. Djemaa el Fna. Marrakesh. Ez Marrakesh szíve, ami nem más, mint egy piac, ahol minden helyi finomságot megtalálunk, még a kígyó püfölöket is. 5. Volubilis. Az ókorban egy fontos római város volt. 6. Casablanca. Marokkó legnagyobb városa, ahol a legnagyobb látnivaló a második Hassan mecset. 7. Erk Csabi. Ha egy sivatagi túrára vágysz, itt megtalálod a dűnék között. Fez. Az óvárosa kihagyhatatlan. 9. Kvárzazate. Az ősi várost a sivatag kapujaként is nevezik, ugyanis ettől délre kezdődik a sivatag, emellett számos filmstúdió található itt. 10. Meknesz. Az óvárosa nagyon hangulatos. Hát ez lett volna Marokkó, hamarosan találkozunk, sziasztok!